Jól érzem magam, jó volt hallani a visszajelzéseket, hogy hasznosnak ítéltétek mindazt, amit elmondtam, és ez nagyon jól esett. Az elmúlt két évben olyan tendencia alakult ki, mivel látjuk már a 18-at és az azt követő éveket is, látjuk, hogy honnan hova tartunk. Szerettünk volna úgy ideállni, hogy elmondjuk, hogy mi várható, de kínálunk rá megoldást. Professzionális szempontból az, hogy az éves stábban és az Optitax készül arra, hogy minket még többet támogat, vannak új megoldások, új szoftverek, hát végül is egyszerűbb lesz az életünk. A jó hír az, hogy van egy új szolgáltatási csomagja a cégnek, amelyik felöleli szinte az egész feladat bázist. Úgy néztem, hogy az ügyfeleknek is határozottan tetszett. Tetszett nekik az, hogy elgondolkodunk már a jövőn, és megpróbálunk tervezni a jövőben. Ezt a tendenciát mi is tudtuk, és azt is tudjuk, hogy új kihívások elé fogunk ezzel nézni, és ennek meg kell felelni, és minden egyetértek az Ivettel abban, hogy jobb, ha előre tudjuk és felkészülünk, mint hogyha utólag kezdünk el kapkodni és megpróbálni menteni a menthetőt. Ez nagyon fontos volt, hogy az ügyfelekkel mindezt személyesen közöljük, és mi is személyesen találkozunk velük, hogy tudjuk, hogy ki a másik, és tudjunk egymásról. Szerettem volna bemutatni az Optitax csapatot, pontosan azért, mert a legtöbb megbízónk nem tudja, hogy mennyien vagyunk, mi mindenben tudunk segíteni. Akik fönn voltak a színpadon, nagyon szeretik a szakmájukat, jók a szakmájukban, és szerintem nagyon fontos a jövőre nézve, hogy mindenképpen szakértő végezze az adott feladatot, és szerettem volna megmutatni a megbízóknak, hogy vannak szakértőink. Én voltam az első ügyfél az Ivettnek, 18 évvel ezelőtt kezdtünk együtt, és együtt nőttünk, de ő mindig a 18 év alatt mindig egy nagy támogatás volt nekem minden kérdésben, időben, pontosan mindig utána jár, mindig lehet ő rá bízni, az nagyon becsülöm. Ivettben mindig éreztem azt az elkötelezettséget, hogy ő mindig is a NAV oldaláról kicsit áthelyezkedett a vállalkozók oldalára, az ő szemükkel próbálta nézni a dolgokat, és az ő problémáikra próbált megoldást találni, akkor is, ha az ember még el se jutott a problémáig és a kérdésig. A legfontosabb üzenet az, hogy most már igenis oda kell figyelni arra, hogy mit csinálunk, tehát nem lehet így a fiókba söpörgetni a számlákat, meg a jegyzőkönyveket, meg mindent, hanem igenis mindent időben adni kell, és minden eseményről tájékoztatni kell a könyvelőt, hogy már időben meg tudjuk tenni az szükséges lépéseket. Szeretném, hogyha megváltoztatnák a gondolkodásmódjukat a vállalkozók, felejtsék el, amit eddig csináltak, hogy gyűjtik a számlákat, leadják a könyvelésre, és kéztördelve várják az eredményt. Nem erről van szó. Innentől tervezzünk előre, mi irányítsuk a dolgainkat. Ez lesz a jövő. Mindenképpen lesz folytatás. 2018-ban legalább 3 ilyen rendezvény lesz, bár az már konkrétan adóváltozásokról fog szólni.